Na jó, ez a kép, látjátok, hogy különféle kresszkönyveket raktam össze, és bizony akár könyvesboltba, könyvtárba megnézitek, akkor sok mindenből lehet ma már a kressz szabályait megtanulni. Nektek is adtam ezt a bizonyos sárga füzetet. Szerintem ez a legjobb, azért mert én írtam valószínű. Meg ez a legvékonyabb. Szokták mondani, hogy csak ennyit kell tudni. Hát csak ennyit, de azért higgyetek el, ez nagyon sok. Ezt a füzetet, aki elolvasta a bevezetőt, esetleg láthatta, úgy írtam, hogy egy időben összeszedtem a tanulók jegyzeteit, és megnéztem, hogy nekik mi volt a fontos. És abból próbáltam összerakni az anyagot. Azért ilyen rövid és tömör, de higgyetek el, nagyon sok információ van benne. És aki majd vizsgára készül, meglátjátok, hogy a kressz teszt kérdése úgy vissza fognak csengeni az egyes fejezeteknél. Tehát például feladtam házi feladatnak, hogy a táblák neveit tanuljátok meg, majd a táblák nevei mellett ott lesznek azok az egymondatos válaszok, amit esetleg még egy táblával kapcsolatban kérdezni lehet. Jó? Tehát ezért is hasznos. Oké? De mindenképpen jó, hogy itt vagytok, mert tudok magyarázni, tudok értelmezni, tudtok kérdezni, tehát hogyha valami nem tiszta, akkor ezt helyre tudjuk tenni. Jó? Ez első kérdés egyébként mi az, hogy kressz? Van fogalmatok? Ezt mindig használjuk, kressz tanfolyam, kressz vizsga, kressz szabályok, de mi a fenn az a kressz? Mire mondjuk azt, hogy kressz? Van erre ötletetek? Rövidítés, mozaik szó. Aha, nagyon jó, egy mozaik szó, közúti rendelkezések, egységes szabályzása, ilyet is hallottam már, vagy közúti rendszabályok, ugye mind a kettőre kijön a kressz szó. Egy a lényeg, hogy ez egy nagyon régi kifejezés, mozaik szó, de én úgy látom mai magyar nyelven ez már önálló szóként szerepel, de egyébként, hogyha előveszek egy igazi kresszt, ugye, ezért kellenek a szabályok, azért egy magyarázatot is adjak. Mi az, hogy hát nem ütköznek össze, nincs szabály, nincs kressz, nincs tábla, tehát lehetne ennélkül közlekedni. Tehát jogos a kérdés, hogy mi a fenének egyáltalán a kresszel foglalkozni, minek leírni a szabályokat, tökéletesen közlekedik mindenki. Nézzétek meg, az autók nem ütköznek össze, még a kutyát se ütötték el. Látjátok? Hát akkor miért kellenek mégis a kressz szabályok? Mi a fene ez a kressz? Ugye ez volt az első kérdésem. Hát az a baj, ha valaki kilóg ebből a sorból, akkor azért kész a katasztrófa. Jön a szirénázó rendőrautó, és nézzétek meg egyszer csak. Na, ő nem figyelte a szabályokat. Tehát mégiscsak kellenének szabályok. Ugye, hogy például aki szirénázik, az mindig elsőnek elmenjen. Tehát íme az, amit akartam az előbb mondani, hogyha belelapozok egy igazi kressz könyvbe, akkor kiderül, hogy a kressz nem más, mint egy, látjátok, ott van paragrafus, pont, bekezdés, tudjátok mi a kressz? Nem más, mint egy jogszabály, nem tudom, az életetekbe foglalkoztok-e valamilyen jogszabályjal, pénzügyi, adó, egyéb jogszabály, az életben ott van, és bizony a kressz is egy jogszabály. Tehát meghatározzuk azt, hogy ki mit csinálhat, amikor a közúti közlekedésben részt vesz. És innentől egy kicsit bonyolódik az életetek, mert lehet, hogy eddig nagyon kis aranyos, kedves emberek voltatok, minden szabályt betartottatok, soha nem lógtatok a buszon, vettetek mindig jegyet, ugye, stb. Stb. De innentől gondolj bele, hogy beülsz az autóba. Csak annyi, szépen vezetsz, minden szabályt tudsz, hogy megszólal a telefon melletted, nem is akarod fölvenni, csak lenézel, hogy lenyomjad, ne zavarjanak, és abban az egy másodpercben, aki volt már vezetés elméletű órán, hallhatott ilyet, hogy 15-16 métert szalad az autó, annyi, hogy egy zebrán előtted lelép egy gyalogos, és elütötted. És innentől kész, vége az életednek valamilyen formába. Tehát most egy kicsit komolyodik a játék, tehát ezért mondom, hogy a kressz szabályt valamilyen szinten mindenképpen tudnotok kell, ha kimentek az életbe, akkor tudjátok alkalmazni. Szokták mondani a tanulók a vizsgán, hát most megbuktam azért, mert egyszer nem jeleztem. Hát sokan nem jeleznek, nem egyszer, sokszor, de ugye itt a vizsgán be kell azt mutatni, hogy tudod a szabályt, mert lehet, hogy majd az életben egy olyan szabályt sértesz meg, amiből tényleg komoly gondod lehet. Jó? Például, stop táblát mindenki ismeri. Mi a magyar neve? Mi a rendes neve? Na, ezt már nem tudjátok. Házi feladat, táblák neveinek megtanulása. Ki tudja, stop táblát hogy hívjuk hivatalosan? Azért érdemes megtanulni, mert akkor benne van, hogy mi az értelme, mit kell csinálni. Na, stop, azaz. Állj, elsőbségadás kötelező. Hát benne van a tábla nevében, meg kell állni, és elsőbséget kell adni. Nem állok meg, tovább megyek. Mi lehet ennek a következménye? Hát ha rendőr ott áll a bokor mögött, akkor állja meg 20 ezer forint. Kész, büntetés. Igaz? Jogos? Jogos, mert a kezben le van írva, hogy meg kell állni. De nincs ott a rendőr, nem veszem észre, kihajtok, és jön a kamion. Hát meghalok. Gondoljatok bele.
hogy akár ilyen következménye is lehet annak, hogy nem ismerek egy szabályt. Tudjátok, hány olyan levelet kapok, hogy kérdeznek valamit, megírom, hát ő nem is tudta, hogy ilyen is van a KRESZ-ben. Hát pedig van, évek óta így kellett volna közlekedned. És nem tudta. Jó? Tehát oké, ezért fontos, hogy ismerjük a szabályokat. Nézzétek meg, hogy találtam egy filmet is, ezek az orosz videók nagyon népszerűek, érdemes tanulni belőle, nem állt meg a stop táblánál. Kész a baj, ugye? Na most egy ilyen ütközés, ha nem is sérült meg senki, 500 000 forintos kár. Hát akkor érdemes KRESZ-tanfolyamra járni, hiába drága jogosítvány, még mindig olcsóbb, mint egy 500 000 forintos kár. De egyébként ez nekem nagyon tetszik, nem? Ez olyan aranyos. Sőt, Törökországban tudjátok, hogy hívják a stop táblát? Dur. Én itt is bevezetném, milyen jobb pofa lenne, dur, és akkor mindenki megijedne, jó? Oké. És minden szabállyal így vagyunk, akár például a záróvonallal. Láttatok már autót, amelyik átment a záróvonalon? Na, mindenki átmegy. Ti majd vizsgán átmehettek az záróvonalon? Próbáljátok ki, mit szól a vizsgabiztos hozzá. Azért, mert a KRESZ leírja, hogy a záróvonalon áthajtani tilos, sőt, még azt is leírja, még érinteni se szabad. Hát ha nagyon megnézem, ez az autó már 5 félkerékkel ott megy. Ez már szabálytalan. Nincs belőle semmi baj, most. De hát, hogy holnap ezért lesz egy nagy baleset egy másik helyszínen, mert átlépte a záróvonalat. Kezditek akkor érteni, kapizsgálni azt, hogy gyakorlatilag miért fontos nekünk ezeket a szabályokat ismerni, és ezért tartjuk ezeket a KRESZ-tanfolyamokat, hogy segítsünk nektek értelmezni. Jó. Interneten találtam egy hírt, szerintem magától beszél, nézzétek meg. Egy ember elkövetett egy balesetet, pirossal aláhúztam azt, ami valamilyen formában szerepel a KRESZ-be, hogy ezt nem. Tudjátok, van ez a halmazati büntetés, hogyha valaki több dolgot vétel. Hát egy ilyen esetben, sőt, ha megnézitek, meg is halt az, akivel történt a baleset, illetve ugye, aki okozta, és akár az is lehet a vége, hogy mit tudom, börtönbe csukják. 2 évre, hát nem hiszem, hogy lenne kedvünk. Lányokat Mária Nosztára viszik, tudjátok? Na, de ne legyen ilyen soha! Oké. Jó, néha bejönnek ilyen jópofa kis ábrák. Tehát miről van szó? Ne törjem össze az autót, ismerni kell a jogszabályt. Minden magyar jogszabálynak van 3 fontos jellemzője. Mikor érvényes, hol érvényes, kire érvényes. Én úgy gondolom, a KRESZ esetében is beszéljük meg. Talán a mikor érvényes a legkönnyebb, mert azt kell mondanom, hogy a KRESZ éjjel-nappal, télen-nyáron mindig érvényes. Tehát nincs olyan szabály, jobbkész szabály, csak nappal van, éjszaka nincs. Néha esetleg táblákban korlátozhatnak valamit, például a fizetős övezet, ugye reggel 8-tól este 6-ig fizetős, de akkor ez megfelelően jelzik, tehát összességében azt mondhatom, hogy a KRESZ szabályokat mindig be kell tartani. Hol érvényes a KRESZ? Nagyon jó a kifejezés, amit mondtál, közúton. Ha most ide behoznék egy kis motort, összetolnám az asztalokat, és itt jogsi nélkül körbe-körbe mennétek, jó büdös lenne, ugye, bejönne egy rendőr, álljon meg, megbüntetem, mert nincs jogosítványa, semmi köze hozzá, mert ez itt bent magánügy. Tehát valóban nagyon jól mondtad, a KRESZ közúton, kinn a közúton érvényes, hiszen a közúti rendszabályokról van szó. Hát persze azon, arról lehet beszélgetni, hogy mi a közút. Nézzétek meg, nagyon jó ez a Falusi utca, nem csak az a rész az út, ahol az autók mennek. A közútnak része, ahol a gyalogosok közlekednek, úgy hívjuk, hogy járda. Érdemes a közút részeit megismerni, úttest, ahol a járművek közlekednek, járda, ahol a gyalogosok, általában ez a két nagy rész ugye majdnem minden úton megtalálható, de lehet útpatka, lehet a sáv, a úttesten belül különböző, például kerékpársávot látunk, autóbussáv, majd ezeket érinteni fogjuk az egyes fogalmaknál. Tehát, hogyha valaki itt járművet vezet, akkor itt rá a KRESZ szabálya érvénye. Sőt, a falu szélén egy ilyen útra tévedek rá, itt is. Hát lehet látni, járművek közlekednek, sőt, akár még itt is el tud menni egy terepjáró. Tehát addig, ameddig útszerű a közterület, addig ott a szabályokat inkább tartsuk be. Ha fölmegyünk a szántóföldre egy traktorral, vagy a futballpálya szélén, szoktak itt titokba gyakorolni a tanulók, hogy tanár úr, apukával gyakorolhatnék. Hát hivatalosan egy zárt helyen, vagy egy futballpálya szélén azt mondom, hogy elvileg ott a KRESZ szabályi nem érvényesek, persze bajtot sem okozhat.
De inkább, hogyha bizonytalan, akkor úgy menjél. Autó, ott a nyom, akkor ezt úgy tekintem, hogy itt rám a szabályok érvényesek. Természetesen, ha van egy nagy kerted, egy nagy udvarod, becsukod a kaput, és ott az autóval föllemész tök részegen jogosítvány nélkül, ezért nem szólhat be a falu rendőre, akkor már válj meg, látom, hogy részeg vagy, meg nincs jogsít, megbüntetlek, magánügy. Jó, tehát elzárt magánúton elméletek azt csinálsz, amit akarsz, persze ez nem igaz, mert ha nagymamát elütöd, attól azért még felelősségre vonhatnak, hogy nem a KRESZ szabályit alkalmazod. De ha kinyitod a kaput, kidugod az autó orrát, és ott ütöl el a járdán a gyalogost, akkor már felelősségre vonnak, mert ott már a KRESZ szabályait be kell tartani. Jó? De nagyon jó volt, egy szóval közúton érvényesek a KRESZ szabályok, illetve úgy mondjuk, hogy el nem zárt magánúton, tehát amikor bemész a Tesco parkolóba, ott is tarts be azért a KRESZ szabályokat, vagy kimész egy benzinkúthoz és hasonló. Egyébként sok helyen, ahol itt sorompóval lezárják, ki szokták írni, hogy akár az áruház parkolójába, akár a telep, az üzem, egész területen a KRESZ szabályok érvényesek, felhívják a figyelmet, hogyha lehet, akkor itt is tartsuk be. Jó? Kire érvényesek a szabályok? Ugye ez volt a harmadik. Például az alkotmány az mindenkire érvényes, minden magyar állampolgára. De kire érvényes a KRESZ? Mindenkire? Nyilván nem. Valamilyen formában járműhöz kell kötni. A hajóvezetőre érvényes a KRESZ? Nem, rá a hajózási szabályok érvényesek. Kire érvényes a KRESZ? Megint ugyanazt a szót, ha használod. A közúton közlekedőkre, és ezen a képen nagyon sokféle fajta közlekedőt, de legalább hármat észre lehet venni. Gyűjtsük össze, kik azok, akik itt a KRESZ szabályt betartják, megbeszéltük a hajó meg a repülővezetők, nem. De akkor kik? Villamos, autó, bicikli, ezt hogy mondjuk? Mit csinálnak, akik azt hajtják? El is árultam, vagy azt vezetik, ők a vezetők. Tehát a járművek vezetői érvényesek a szabályok. Kit látunk még itt? Gyalogosokat, tisztelt gyalogosok, ti őket képviselitek. Járt valaki gyalogos tanfolyamra? Óvodába figyeltetek annak idején? Lelépünk az útra, először merre kell nézni? Jobbra, Angliába járt óvodába. Tessék, most lebuktál. Merre nézünk először? Balra nézünk, ugye? Ez is egy olyan szabály, amit gyalogosnak tudni kell. Tehát járművezető, gyalogos, és még van valaki, bár elég nehéz látni, de ott vannak, és a közúti szabályok érvényesek rájuk. A motorvezető is vezető, tehát se nem vezető, se nem gyalogos, akkor ki lehet még? Ti is lehettek innen hazafele, biztos, hogy azok lesztek valamilyen formában. Utasok! Hát a járművek utasai. Nézzük ezeket sorba. Járművezetők, hát ezért jöttetek. Szeretnék egy jogosítványt. Szeretnék vezető lenni. Hát akkor meg kell tanulni a KRESZ szabályt, meg kell tanulni autót vezetni. De, már az előbb is mondtam, hogy például ha kerékpár tekersz, akkor is járművezető vagy. Buszt vezetsz, majd villamost vezetsz, ezek mind járművezetők, szabályok érvényesek rá. Az egyik legfontosabb szabály egyébként, hogy nem lehet veszélyeztetni másokat, nem lehet balesetet kiprovokálni. Hát mondjuk hülye az, aki egy kamion elé így bemegy, de hát mindegy, ez már a közúti veszélyeztetés fogalma. Nyilván a KRESZ szabályok zöme a járművezetőkre érvényes. Említettétek a gyalogosokat. Tudtok mondani gyalogosra vonatkozó KRESZ szabályt? Halljam, tisztelt gyalogosok. Amit most már tudni kéne, meg alkalmazni kéne kint az utcán, mind a mellett, hogy tanfolyamra nem kell járni. Például az átkelés. Ugye a gyalog átkelő helyen hogy kell átmenni? Hogy kell átmenni? Így lassan. Nézzétek meg, hoztam egy filmet így. Így kell átmenni a zebrán? Mit csinál rosszul? Hát a zebrán megy, elsőbsége van, de... Nem késedelem nélkül megy át, hanem ott mindenfélét csinál. Ugye föltartotta a fa. Ezt nem teheti meg a gyalogos, meg van egy csomó gyalogos szabály, mert egyik órán még megbeszéljük. Aztán járművek utasai. Enni lehet autóba? Szoktatok? Hát hogy ne lehetne, ilyen szabály nincsen. Mit nem csinálhat egy utas a járműbe? Így van, ez például már nem. Ez azért nem igazán korrekt magatartás, ugye? Eleve beleszól, meg belenyúl a kormányba. Tehát a jármű vezetőit buszokra még ki szokták írni, ne zavarjuk beszélgetéssel. Vagy például be kell kötni a biztonsági övet, ez az utas feladata. Nem lógathatod ki a lábadat az ablakon, és hasonlók.
Jó? Tehát még egyszer, járművek vezetőire érvényesek a szabályok, ezért vagyunk itt alapvetően. Ezen kívül gyalogosokra és utasokra is tudunk szabályokat mondani. Jó, valószínű valamelyik csoportba fogtok a jövőben beletartozni. Bemutatom Zsoltit, a barátomat, aki télen megkértem, hogy üljön föl a szánkóra a hegyoldalba, húzza meg a rumos üveget, hogy tőletek meg tudjam kérdezni, hogy Zsoltira vajon érvényesek itt a KRESZ szabályok. Járművezető, ez az első kérdés, illetve járművet vezete, és hát részegen szabad-e azt csinálni, amit csinál. Na, hozzuk össze ezt, szerintetek? Saját felelősségre. Hát igen, ezt mondhatnánk, de azért a KRESZ ezt nem bízza a vezetőkre. Zsolti szánkózik, a szánkó az nem közúti jármű, majd egyébként megbeszéljük, hogy mi az és mi nem, illetve abban kezdtem, hogy a hegyoldalban van a hegyoldal, meg nem közút. Tehát rá a KRESZ szabályok nem érvényesek. Egyébként érdekes dolog, hogy az benne van a KRESZ-ben, hogy járművet nem lehet részegen vezetni, de az nincs benne, hogy részegen nem szabad az utcán sétálni a járdán. Hát valahogy a buliból haza kell menni, tehát ez nincs tiltva. Aztán itt van ez a kislány, aki az utcán, a járdán autót vezet. Ez autónak minősül, járműnek minősítsük? Nem, ugye? Ez gyerekjáték. Ő a részes a közúti közlekedésnek? Ráérvényesek a KRESZ szabályok? Hát igen, mert azt mondtam, hogy járdán közlekedik, ugyan nem járművezető, minek minősül, gyalogosnak, gyalogosra érvényes szabályok rá is érvényesek. Nem tudom, tudjátok-e például, hogy 6 éven aluli gyermeket főútvonalon egyedül hagyni nem szabad. Menjetek el falu fele, falu szélén, 6 év alatti gyerekek ott játszanak az árokparton. Elég annyi, hogy a labda kiguruljon az útteste, és jön a kamion, a többit már nem ecsetelem. Jó, tehát figyelni kell, be kell tartani neki is bizonyos szabályokat. Járművezető? Részt vesz a közlekedésben? Részt vesz, de nem járművezető, mert aki kerékpárt, segédmotoros kerékpártól, az nem minősül járművezetőnek. Jó? Őt inkább gyalogosként tekintjük. Annyi különbsége, hogyha tol, akkor ne a járdán tolja a motorját, hanem az úttesten, annak jobb szélén. Ő járművezető? Egyre több ilyen eszközt lehet látni. A roller, a gördeszka, a görkorcsolya, a babakocsi, ezek nem minősülnek közúti járműveknek, bár itt már lassan elkezdünk vitatkozni, mert biztos tudjátok, hogy vannak most már motorra hajtott rollerek, valahol ezt majd a KRESZ-nek előbb-utóbb helyre kell tenni, de jelen pillanatban ez még nem jármű. Oké? Okay? Kerékpár? Mindenki tud biciklizni? Kötelező? Kikérdezzük, kell egy próbakört tenni majd a vezetés előtt. Azért fontos, mert aki biciklizik, azért némi közlekedési érzéke már van. És jó, ha tudjátok, a kerékpár közúti jármű. A kerékpár vezetője közúti jármű vezető. A kerékpárosnak be kell tartani a KRESZ szabályait. Ez egy dolog, hogy nem jár tanfolyamra, nem vizsgázik, nincs jogosítványa, de a szabályokat be kéne tartani. Ugye Magyarországon van egy ilyen ismert szlogen, hogy a szabály, vagy a, hogy mondják, a jogszabály nem ismerete nem mentesít a felelősségre vonás alól. Tehát a kerékpáros okoz egy balesetet, nem mondhatja, de nekem ezt senki nem mondta. Ezt, amikor fölpattant a kerékpára, tudnia kell. Jó?